Az önvédelmi táborban 10 év alatt több mint 600-an fordultak meg, és sokan újra visszatérnek. A táborban a fizikai és a lelki dolgokra egyaránt odafigyelnek. A mobil használat tilos, a hasznos játékok során pedig megtanulják például a segélyhívó számokat. Ami az önvédelmet illeti, legalább 2 már a gyakorlatban is használták az elsajátított technikát. Megpróbáljuk tanítani az alapvető szabadulási technikákat, megmagyarázni a gyerkőcöknek, hogy abszolút nincs értelme felnőttel felvenni a harcot. A megelőzés fontosságára hívjuk fel a figyelmet. A prevenció után a szóbeli önvédelemre, tehát hogyan kikerülni abból a bajból. A jelszavunk az a legtutibb bunya, ami el se kezdődött, mert amint elkezdődött, akkor óriási hátrányba kerül a gyerkőc. A szülők részéről már évek óta volt igény arra, hogy a HC Dac kézilabda tábort szervezzen. A 30-as létszámúra tervezett táborba végül 43-an jelentkeztek, akikkel 6 edző foglalkozott. 2011-es születésű és fiatalabb lányokat vártak, és óvodások is jöttek. Többségük a klub játékosa, de vannak, akik még csak most ismerkednek a sportággal. Edzésbe volt részük, és esetleg olyan edzőkkel is találkozhattak, akikkel még nem volt edzésük, és fejlődhettek szerintem. Tanultak új dolgokat, láthatták a nagyobbak edzéseit, mert mindig néztük egymás edzését, látták, hogy mit lehet megtanulni. Mi pedig nagyon örültünk, hogy ennyi csemete van, úgyhogy elfáradtunk, de az volt a lényeg, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A tábor végén a gyerekeket megjutalmazták. Az eredményhirdetés során érmeket és külön díjakat kaptak.